Harmadik ciklusát kezdte meg a Baranya megyei kormányhivatal élén Horváth Zoltán. Ebből az alkalomból kérdeztük az elmúlt időszakról, illetve a következő évek kihívásairól a régi új kormány megbízottat. A vidékfejlesztés területén érkező EU-s források elosztásában fontos szerepet játszanak a kormányhivatalok a jövőben. Az Európai Uniós forrásokat 80%-kal ki fogjuk egészíteni, ez az elmúlt időszakban 15% volt csak. Óriási forrás fog áramolni a vidék, az agrárium, a vidéken élő családok irányában. Remélem, hogy ez nagyon sok elemben majd meg fog látszódni. Nem csak az agrárvállalkozások, nem csak az önkormányzatok, hanem gondolok itt a családtámogatások, otthonteremtési kedvezményeken keresztül az egységes vidék újraélesztésére és virágzására. Erre a munkára van elég kapacitásuk Baranya megyében, mondta a kormány megbízott. Felkészültünk rá, 12 kollégával tudtuk ezt a területet létszámmal megerősíteni. Abban bízunk, hogy Brüsszelben is a józanság előbb-utóbb majd teret nyer, és ezek a források meg tudnak nyílni, hogy rajtunk keresztül a Baranyában élő agrárvállalkozásokhoz, önkormányzatokhoz, családokhoz el tudjuk juttatni minél hamarabb. Horváth Zoltán érintette még az orosz-ukrán háborúból adódó nehézségeket is, az árstopp politikáját, az energiahordozó kérdését is, illetve azokat a gazdasági hatásokat, amikkel számolni kell a következő években. A teljes beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják.